Na úgy döntöttem, hogy mivel ilyen jól sikerült ez a verréblokkú telep, így megduplázom. Sőt, egyel túl is szárnyoltam. Mert annál is akartam, hogy 8-as legyen, de aztán mégis 7-es lett. Itt már sikerült a 8. Hát kicsit megfolyt itt, tegnap este festettem. Ekkora bőven elég nekik, mert ez is 13 centis, befelé meg 15. Van hátul, nem értem, ilyen 1-es odu, 11,5, aztán vígan. Vígan fészkeltek benne ezek a verebek. Valaki írta, hogy nem-e sorjás, de hát nem sorjás ez az alumínium lemez. Na hát, lehet, hogy egy-két év kell, hogy belakják, hogy jobban ide merjenek jönni. Hát nyáron már többet tudok. Majd rakok ki nekik ilyen. Szóval Madártan intézet oldalán láttam ilyen tollat raktak ki nekik, így madzagra volt ködve. Meg ilyen száraz füvet, szénát. Tehát nem kell nekik a világ végéig elmenni, hanem csak így közelbe begyűjtik, aztán befészkelik. De ezt most mind belaknák, itt lenne olyan dzsibvásár. Hát ha most minden negyedikben van, akkor is jó. Mert lehet, hogy valamelyikben majd cinke megy. A cinkék azok nagyon nem férnek meg egymás mellett. Mondjuk erre még lehetne menni. Úgyhogy ha beválik esetleg, majd jövőre még csinálok egyet. De hát most ez így egyelőre még sok is. Ja, itt ma másképp csináltam meg a rászállófát. Ez így hülye jön ki, ugye, hogy így szemből repül, és akkor oldalt érkezik, vagy nem. Tehát ez így szerintem sokkal jobb. Hát elméletleg nem is kell, mert simán beleszáll így a rúgba is. Csak mégis ilyen kis design. Ez a megszokott, ugye, forma. Hát akkor majd kiderül.